Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. Dunaújváros közgyűlés által alapított Prokultúra Intercizi díjat pedig a hagyományokhoz híven ezen a napon adják át. Az előző évek hagyományait követve január 22-én a Magyar Kultúra Napján ismét átadták városunk kulturális elismerését, a Prokultúra Intercizi díjat. Ebben az évben 5 részesültek az elismerésben. Dunaújváros közgyűlés az idei esztendőben a Prokultúra Intercizi díjat a Parádi Duónak, Móri Csabának, Maravec Attilának, valamint Köszegi Károlynak adományoznak. Kérem, tapsolják meg őket! A Bartók Kamaraszínházban tartott ünnepségen Gombos István humán ügyekért felelős alpolgármester adta át a díjakat, elsőként a Parádi Duónak. A Parádi Ikrek zenei pályája 1964-ben kezdődött, immár 50 éve zenélnek különböző kulturális rendezvényeken. A élete végéig csinálja az ember, amíg hívják, amíg szükség van rá. Szeretjük is a zenét, azt mai napig is űzzük, és akkor folytatni is akarjuk. A Pentele klubba rendszeresen járunk az idősebbeknek. Móri Csaba 1984-ben kezdett táncolni a Dunaújvárosi Vasas Tánc Együttesben. Az 1999-ben alakult Dunaújváros Táncszínháza alapító tagja és tánckar vezetője. Dunaújváros megyejogú város közgyűlése magas színvonalú szakmai munkájának, lelkiismeretes táncoktató és hagyományőrző tevékenységének elismeréseként adományozta számára a díjat. Jól esett, hogy kaptam egy kitüntetést a várostól. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy mondjuk kitüntetés mindig jó kapni, de egy ilyen prokultúra díjat azért nekem, aki nagyon sokat dolgozom a táncművészetért, a táncművészetben és a kultúráért, ez nagyon jól esik, és ez mindig egy kis pluszt ad, hogy még folytassam tovább, és csináljam. Kimagasló szakmai tevékenységének és tehetséggondozó szerepvállalásának elismeréseként Prokultúra Intercizé díjat vehetett át Moravec Attila, a Sándor Frigyes Zeneiskola igazgatója is. Ezek a dolgok, amit életre hívtunk a zeneiskola, illetve az alapítvány által, ezt az iskoláért, a városért tettük, azért a közösségért, amiben dolgozunk, pontosan azért, hogy a zenét kivigyük a falak közül a városba, betekintést nyerjenek a városlakók a zeneiskola életébe, és mi is nyújtsunk valamit az itt lakóknak. Köszegi Károlyné is átvehette a rangos elismerést a Dunaújvárosi Vasas Tánc Együttesért végzett 50 éves áldozatos tevékenységének és az MMK-ban eltöltött 40 éves szakmai munkásságának elismeréseként. Ő minden vasas néptáncos mamija. A táncosok mondják általában nekem, hogy szia, mami. Meg énekelnek nekem a színpadon, mikor megy a műsoruk, és utána behúznak, mert nem akarok bejönni, és akkor nekem elénekelik az Ó, mami számot. Az ünnepség végén pohárköszöntőt mondott Stankovics László, az Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke. Továbbiakhoz nagyon jó egészséget, kitartást és nagyon jó munkát kívánok egészségünkre.